testi-lelki felkészülés húsvétra, a reformátusok számára ez a legfőbb ünnep. Málenki robot dokumentumfilm bemutató, emlékezett a német kör. 100%-ban beváltotta a reményeket, neves sportterapeuta tartott előadást Pécsett. Modernebbé válhat Baranya, mintegy 100 milliárd forint EU-s fejlesztési forrás érkezik. Köszöntöm a nézőket, Önök a Pécs TV közéleti magazinját, a Központot látják, tartsanak velünk! A húsvét a legnagyobb keresztény ünnep, a tavasz az újjászületés ünnepe, a református felekezetűek számára is. Az ünnep tulajdonképpen nem akkor kezdődik, amikor ünnepi ruhát öltünk, belépünk a templomba az istentiszteletre, vagy leülünk a szépen terített asztal mellé, hanem jóval korábban, készülődéssel, ráhangolódással, sok-sok tennivalóval indul az újjászületés ünnepe. Akkor, amikor gondolatban megtervezzük az ünnepi ebédet, vagy végig gondoljuk, hogy kik jöhetnek hozzánk, kiket fogadunk otthonunkban. A keresztény vallás egyik legnagyobb ünnepe a húsvét. A feltámadás, a megváltás alapgondolatát foglalja magában. A húsvét napjainkban is megőrizte tavasz ünnep jellegét, de emellett tovább él a keresztény ünnep gazdag szokásvilága is. A reformátusok számára a húsvét a legnagyobb ünnep, kereszténységük igazi megvallása, mondta a nagybőjti időszakról Nagy Zoltán Csaba református lelkész. Mi, ugye mint reformátusok, a húsvétot és magát az egész nagy hétet tartjuk a keresztény életünk legfontosabb ünnepeinek. Egy kicsit úgy ránk is ragasztották azt, hogy a reformátusok ki a nagypénteknek az ünnepe, de én nem csak nagypéntekben gondolkoznék, hiszen nagypéntek és húsvét az teljes mértékben összefügg, hiszen nagypénteken Jézus, az Úr Jézus ugye a bűneink bocsánatáért áldozta az életét, húsvétkor pedig a feltámadásával nekünk is utat nyitott az örök életbe. Virágvasárnappal veszi kezdetét a nagy hét, ez a bőti időszakban is kifejezetten örömteli nap. Krisztus bevonulása Jeruzsálembe, király voltának ünneplése, ahogy ezt a virágvasárnapi református énekek is kifejezik. A római katolikus egyház ezen a napon barka szentelést végez. A szentelményeknek különleges szerepük, bajelhárító, gyógyító hatásuk van a néphit szerint. De most a nagybőjti időszakban vagyunk, nyilvánvaló, hogy ezt mi ugyanúgy tartjuk, mint a katolikus testvéreink, és ebben is készülünk az egész nagy hétre, meg az ünnepekre. A nagy hét az egy kicsit különlegesebb nálunk is. Virágvasárnap együtt fogunk bevonulni nagy pálmágakkal, a gyermekekkel a templomba, egy családi istentisztelet is lesz. Nagy csütörtökön az utolsó vacsora napján nagyon meghitten szoktunk úrvacsorai közösségben lenni. Nagy pénteken passiós istentisztelet is van délután, amikor is a Bánfi Hunyadi Passiót éneklik a gyülekezetben. Húsvétkor pedig hajnali istentiszteleten várjuk azt, hogy hát ünnepelhessük a feltámadásnak a napját, és hát az ünnep az természetesen úrvacsorai közösséggel együtt lesz, hiszen együtt az Úrral és együtt egymással leszünk majd. A nagy hét a református gyülekezetekben az úrvacsorához való előkészület, az önvizsgálat, a lelki megtisztulás ideje. Nem csak környezetüket takarítják ki, hanem lelkiekben is készülnek az ünnepre. A húsvéti ünnepre való készülődés a református családokban és a gyülekezetekben már hónapokkal korábban elkezdődik. A készülődés azt jelenti többek között, hogy az énekkarral már jóval az ünnep előtt elkezdik begyakorolni a húsvéti énekeket. Az ünnep akkor lesz különleges, ha valóban ünneppé válik számunkra. Ez nem egyszerűen csak családi ünnep, hanem ha átéljük azokat a hatalmas dolgokat, melyek valóban megtörténtek és értünk történtek. Vagyis, hogy igazi, élő találkozás lesz azzal a Jézussal, aki azért jött, hogy nekünk életünk legyen, mondta Nagy Zoltán Csaba, református lelkész. A Kicsi munkán a Kaukázusban című dokumentumfilm díszbemutatóját tartotta a magyarországi németek Pécs-Baranyai nemzetiségi köre a Csontvári Múzeum épületében. A film a történeti háttér mellett az emlékezetről, a múlt újrafelfedezéséről szól. Az alkotása a Nemzeti Emlékezet Bizottságának támogatásával készült.
A német közszervezésében 2016. augusztus 15 és augusztus 27-e között a 25 fős kutatócsoport Budapestről indulva Moszkván át bejárta Csecsenföldön Groznit, Azerbajdzsánban Bakut és Gandzsát, Grúziában Tbiliszit, Kutaiszit és Magnetiti Urekit, valamint a vonzás körzetébe tartozó településeket. A csoport tagjai között érintettek is voltak, akiknek családtagjai megélték a sötét múltat. Valterni Müller Judit, a Janusz Pannonius Múzeum igazgató helyettese például a nagymamája által volt érintett. Nagyanyja keveset beszélt a szovjetunióbeli kényszermunkatáborról, csak annyit mondott, nagyon hideg volt, nagyon sokat kellett dolgozni, és sokat éheztek. Egyetlen konkrét emlékem van az ő vele való nagyon kevés beszélgetésből, amikor megkérdeztem tőle, hogy hát egy hónapig tartott oda az út, hát valami szépet csak kellett, hogy lásson ebben a nagyon távoli országban. És akkor a mama mélyen hosszasan elgondolkodott, és azt mondta, hogy hát igen, egyszer bemehettek egy aranyozott kupolájú templomba, hát az igazán szép volt. És ez olyan nagyon megült bennem, annyira emlékszem rá, hogy amikor ezen a zarándokúton ott voltam, akkor minden aranykupolás, nyilván ortodox templomban az elhurcoltak lelki üdvéért és békéért gyújtottunk gyertyát a zarándok és kutatótársaimmal, és az egyik elkészült kiadványomnak is azt a címet adtam, hogy az aranylóhagyba kupolák vigaszában. A pécsi németkör tagjai történészek érintettek részvételével a Gulág Gupfi Emlékbizottság támogatásával több mint 10 000 kilométert tettek meg, hogy a kaukázusi országokban a Málenki robot rabjainak, áldozatainak nyomában járjanak. Nagy nemzetközi konferenciát is tartott a Nemzeti Emlékezet Bizottsága a témakörben. Egy visszaemlékezés sorozatot adtunk ki, amelynek egyébként folytatását tervezzük. Most az 5. kötetnél tartunk, és szintén ugye szovjet fogságot megjárt túlélők, egykori rabok írásaiból. Több mint 100 visszaemlékezést rögzítettünk videóinterjú formájában szerte az országban. Ezek a Nemzeti Emlékezet Bizottság videó megosztó csatornáján a nagy közönség számára is láthatóak. Ezen kívül számos kisebb-nagyobb olyan tevékenységet végeztünk, rendhagyó történelmórákat tartottunk, a vetélkedőkbe bekapcsolódtunk, iskolai vetélkedő tanulmányi versenyekre gondolok, amelyeket nagyon nehéz is lenne összefoglalni. Én azt tartom talán a legfontosabbnak, hogy részt vettünk abban a nagy munkában, amelyben a pécs-baranyai német nemzetiségi kör is részt vett. Sokszor együtt végeztük ezt a munkát, és fel tudtuk idézni az áldozatokat, az ellenállókat, és azokat a nyugodtan mondjuk ki hősöket, akik ezeket a borzalmakat túlélték. A dokumentumfilm fő motívuma olyan kényszermunkatáborok, hadifogoly és internált temetők, lágerkórházak és munkahelyszínek bemutatása volt, ahol a Málenki robotra hurcoltak nyomait, emlékeit láthatjuk a Kaukázus térségében. A filmet Rozsnyai Ilona rendezte, aki a 2017-es emlékév szervezésében hatalmas részt vállalt és folyamatosan koordinálja most is a munkát. 2015-ben voltam én Szerbiában egy kutatóúton. Igazából a Málenki robot témájával én akkor találkoztam először, és kamerával a kezembe egy 9000 fős tömegsíron álltam. És az annyira megütött akkor, hogy akkor úgy elhatároztam, hogy ezt tovább kell adni, ezeket az információkat, amiket megtudunk. És innen datálódik ugye a dolog, hogy aktívan belevágtam, hát mint tévés újságíró, hát hogy mondjam, filmbe gondolkodom, és a mai fiatalságnak a legkönnyebben így tudjuk átadni az információkat. A film a történeti háttér mellett az emlékezetről, a múlt újra felfedezéséről szól, a bemutatónak a Csontvári Múzeum adott otthont. Nem orvos, nem masszőr, nem fizioterapeuta, és nem is erőlléti edző, hanem mindez egy személyben. A 25 éves francia Rafael Mazet fél éve dolgozik a BVSC úszóival, és míg ő azon csodálkozik, hogy tudnak ennyit dolgozni a magyar sportolók, addig munkaadója és a vele készülők azt mondják, 100%-ban beváltotta a reményeiket a fiatal szakember. Rafael Mazet a közelmúltban Jancsik Árpád úszóedző hívására Pécsre látogatott.
Megújult formában indult a jövő bajnokai utánpótlás program, 9 régióban 4 korosztály részvételével, sok-sok érdekességgel, újdonsággal, valamint új régióvezetőkkel. A Dél-Dunántúli régióvezető Jancsik Árpád, aki annak az ANK úszóklubnak az edzője, amelyik tavaly október 1-e óta a PSN ZRT úszószakosztályába olvat be. A sportvezető fontosnak tartja, hogy minél több új edzésmódszert elhozzon Pécsre. Legutóbb Rafael Mazet érkezett az úszókhoz. A 25 éves szakember a Párizsi Sporttudományi Egyetemen tanult, végzettségét tekintve sportterapeuta, és jelenleg Budapesten többek között Bernek Péterrel, Verrasztó Evelin és Kozma Dominikkal foglalkozik. My task in BVC, I am a osteopath in reality. I was work 6 months like an osteopath. Is a job who come from America. A BVSC-nél az úszók szárazföldi edzéseim vagyok jelen egy szakmai stábtagjaként. Sportterapeuta vagyok, ami egy rendkívül összetett dolog, de talán ez a megnevezés áll a legközelebb ahhoz, amit takar a munkám. A kapcsolatfelvétel a BVSC-vel nem volt éppen mindennapi. Egy fényképet kaptam Bernek Péterről, és a fotón látszott, hogy fáj az úszó háta. Kiderült, hogy Bernek évek óta küzdött a rendszeresen visszatérő hát problémájával, amire mindeddig nem sikerült tartós megoldást találni. Mielőtt bárki azt hinné, hogy ez akkora művészet, ki kell ábrándítsam, nem az. Mindössze arról van szó, hogy a képen nagyon jól látszott, hogy Péter mennyire kíméli a háta egyik oldalát, ami egyértelműen mutatja, hogy azon a részen fájdalommal küzd. Ezt pedig soha nem szabad annyiban hagyni, mert az úszó teljes testére, így a teljesítményére is kihat, ha van a testében egy ilyen fájdalomgóc. Ha megtaláltuk, akkor jöhetnek a kezelések, ezeket szintén én csinálom. Champion and they have the possibility, they need only 1% more. So. Rafael ezek után jött először Magyarországra, ahol az edzésre érkező Pap Márkot, aki válogatott nyílt vízi úszó, látva annyit kérdezett, hogy mióta fáj a fiú lába. Edzője nem is tudott erről, de Pap megerősítette, hogy igen, fáj. Ezek után a fiatal francia szakember küldött egy prezentációt a BVSC vezetőedzőjének, aki fantáziát látott a közös munkában, így a szakember Budapestre költözött és munkába állt a Szőnyi úton. Pécsre Jancsik Árpád úszóedző kérésére érkezett. Mivel a Rafael foglalkozik, az egy merőben új dolog nagyon sok edző számára, és mivel hogy én már ismerem Rafaelt, és nagyon sokat beszéltünk, és egy hullámoszon vagyunk, úgy gondoltam, hogy mindenképpen lényeges, hogy megmutassa azt, amivel ő foglalkozik. Nagyon sok plusz tud adni, és ugye azért jó az ő előadása, mert egy olyan személyen keresztül tudja bemutatni az ő tudását, ami kézzelfogható a gyerekeknek, hiszen Bernek Péter mindenkinek ismerős, sőt nagyon sokaknak példakép. Úgyhogy a gyerekeket ez nagyon érdekli a téma, nyitottá tettük a szülőknek és az edzőknek meg kötelezővé ezt az előadást. Remélem, hogy nagyon sokat tudunk belőle tanulni. Természetesen vannak szárazföldi edzések, nekünk egy kicsit nehezebb, mert nem úgy vagyunk, hogy a válogatottal foglalkozunk, és akkor mindenki figyelést szeretné csinálni, hiszen nálunk egy 15-20 fős csoporttal tartunk szárazföldi edzést, ahol a 10 évestől a 16 évesig van. Ezt tegnapi napon ugye Rafael kijött hozzánk, megnézte, észrevételezte, és ezt próbáltuk egy finomítani, hogy érdemes ezt csinálni. Most előadás van, ez a szülők, edzők, gyerekek részére, itt a Bernek Péteren keresztül, ugye az ő példáján keresztül bemutat egy-két dolgot, és utána lesz egy kis felmérő a gyerekek részére, és szárazföldi gyakorlatokat fog bemutatni egy-két gyerek részvételével. Rafael Mazet tehát nem orvos, nem masszőr, nem fizioterapeuta, és nem is erőlléti edző, hanem mindez egy személyben. Ő azon csodálkozik, hogyan tudnak ennyit dolgozni a magyar sportolók, addig munkaadója és a vele készülők azt mondják, 100%-ban beváltotta a reményeiket a fiatal szakember. Összesen mintegy 100 milliárd forint Európai Uniós fejlesztési forrás érkezik Baranya megye 2. számú választókerületébe. Erről Hoppál Péter, a térség országgyűlési képviselője, és Sanda Tamás Európai Uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár számolt be sajtótájékoztatón Kozár Mislenyben. Az eseményen elhangzott, Baranya megye a 2020-ig tartó uniós fejlesztési ciklusban így még modernebbé válhat. A megyék között Baranya az első helyen áll az EFOP források tekintetében, mondta Sanda Tamás azon a sajtótájékoztatón, melyen az emberi erőforrás fejlesztési operatív programról számolt be. Az Európai Uniós fejlesztés politikáért felelős államtitkár hangsúlyozta, több ezer sikeres projektben vett részt Baranya. Az emberi erőforrás fejlesztési operatív program összefogja a humán fejlesztések mindegyikét. Ide tartoznak az egészségügyi, az oktatási, a szociális, társadalmi felzárkózáshoz kapcsolódó fejlesztések, vagy akár a család és ifjúság
igazságügyet, a kulturális intézményeket vagy a sportot támogató programok. Ezekben a programokban voltak különösen sikeresek a Baranya megyei szervezetek, hiszen ha megnézzük a számokat, akkor azt láthatjuk, hogy Baranya megyébe jutott a legtöbb támogatás, hogyha ezt egy főre vetítve nézzük. Ez azt jelenti, hogy a Baranya megyei szervezetek, a Baranya megyei családok, a Baranya megyei pályázók mind-mind nagyon sikeresen vettek részt az elmúlt időszak pályázataim. A sajtótájékoztatón Hoppá Péter a Modern Városok programba, illetve a Terület és Településfejlesztési Operatív programba benyújtott pályázatok sikerességét emelte ki. Úgy tűnik valóban, hogy csak egyetlen nagy támogatói szegmensből, az Emberi Erőforrás Operatív programból, tehát a minisztériumunkból 55 milliárd forintnyi támogatás érkezik Baranya megyébe. Ezzel tényleg a megyék rangsorában az első helyre került az egyfőre jutó támogatási intenzitás tekintetében Baranya. És a baranyai négy parlamenti körzetből pedig a Baranya 2-es választókerület volt talán a legeredményesebb, hiszen 21 milliárd forintnyi fejlesztés jön ide a mi 18 településünkre. Ez az 55 milliárdból részarányát tekintve egy nagyon szép eredmény. Nyilvánvaló, hogy nem csak EFOP-os, nem csak emberi erőforrással összefüggő, tehát egészségi, szociális, oktatási, kulturális, egyházi fejlesztések vannak, amelyeket ez a nagy EFOP-os csomag tartalmaz, hanem van például a TOP-os, a Területi Operatív Program tekintetében is egy nagy fejlesztési csomag, ami szintén a választókeretünket tekintve ugye egy nagyjából 30-35 milliárd forintos érték, persze Pécs városa egészét tekintem ebben benne. Ezen felül pedig szintén a megyeszékhely fejlesztésére magyar állami költségvetési forrásból a Modern Városok program keretében a kormány döntés alapján 55 milliárd forint érkezik majd a megyeszékhelyre. Tehát azt mondhatjuk, hogyha ezeket így nagyjából egymás mellé állítjuk, ezt az 55 milliárd forintot, ami a nemzeti költségvetési forrásból jön, a topos 30-35 milliárd forintot, akkor ez már 90 milliárd, és ezen felül az a 21 milliárd, ami pedig az EFOP, csak az EFOP-ból érkezik a mi körzetünkbe, akkor nagyjából 100 milliárd forintot meghaladó összeg az, ami fejlesztésként a következő években megérkezik. Hogy ténylegesen és valóságosan ez miben, mi mindenben jelenik meg, azért szimbolikus az a helyszín, amit a sajtótájékoztató helyszínéről választottunk, a Kozár Mistanyi Janikovszki Éva Általános Iskola, mert ez egy folyamatosan bővülő létszámú iskola, és itt szükséges volt, hogy segítsünk az intézménynek abban, hogy korszerű körülményeket tudjon biztosítani a bővülő gyermeklétszám számára, és az állami fenntartású oktatási intézmények körében ők azok, akik a legeredményesebbek voltak az EFOP-os pályázat keretében, 655 millió forintos infrastruktúrális fejlesztés érkezik csak ebbe az intézménybe. Ezen felül azonban számos közösségfejlesztő, oktatást segítő, illetve konzorciális programokban is elindult ez az intézmény, és itt is eredményesek tudtak lenni, mert egy további 800 millió forintot meghaladó összegben nyertek EFOP-os pályázatokat, tehát ez az intézmény önmagában egy nagyjából másfél milliárdos fejlesztési csomagot tudhat magáénak. Hogyha emellé oda tesszük még, hogy Komlón is és Pécsett is az állami fenntartású kultúrás intézmények mellett az állami oktatási intézmények területén is nagyon nagy EFOP-os támogatás intenzitás jelenik meg, illetve az egyházi fenntartású oktatási intézmények is mind Komlón, mind Pécsett nagyon szép támogatásban részesültek, azt mondhatjuk, hogy nem lesz olyan család itt a Baranya 2-es választókerületben, akik a városi vagy a falusi környezetükben ne érzékelnék a következő években, hogy egy nagyon erőteljes, nagyon látványos infrastruktúrális fejlesztés, gyarapodás fogja az ő környezetüket érinteni. Több pályázati területen is kiemelkedő sikereket ért el Baranya megye. Erről Sanda Tamás számolt be. Én azt gondolom, hogy jól látható, hogy minden területen nagyon sikeresen tudott pályázni. Talán érdemes megemlíteni a köznevelési intézményeknek a fejlesztését, hiszen csak Baranya megyeiben és csak az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretéből 39 állami köznevelési intézmény modern infrastruktúrális felújítására, illetve bővítésére kerülhet sor a következő években. Ez egy nagyon szép eredmény, ez több mint
16 500 megyei diáknak, megyei tanulónak a tanulási környezetének a megújítását fogja jelenteni. Ez önmagában egy nagy eredmény és egy nagy siker. De szintén beszélhetünk arról is, hogy a megyében nagyon sikeresek voltak a pályázók, akik a civil szervezetek számára kiírt a közösségek megerősítésére és a közösségek fejlesztésére vonatkozó pályázatokon indultak el. Itt is azt látjuk, hogy van igény Baranya megyében arra, hogy az emberek összefogjanak, és közösen akarjanak elérni olyan célokat, amik mindannyiuk számára, a közösség számára fontosak, és még a közösség számára fognak eredményeket jelenteni. Az eseményen elhangzott, Baranya megye a 2020-ig tartó uniós fejlesztési ciklusban így még modernebbé válhat. Cél a megyében élő családok életszínvonalának növelése. Fele akkora, mint Magyarország, rengeteg természeti kincset rejt, statisztikák szerint pedig a világ legboldogabb országa. Ez a dél-amerikai Costa Rica. Pécsett a Vasutas Művelődési Házban közel 100-an voltak kíváncsiak arra, miért. A Vagabond Világjáró Klub szervezésében egy doktorált biológus mutatta be az országot saját tapasztalataink keresztül. Costa Rica a világ legboldogabb országa. Ezzel a címmel tartottak előadást a Pécsi Vasutas Művelődési Házban. A bemutatón egy vendégelőadó mesélt az országról. Ajdú Zsanettet már elég régóta ismerjük. Ugye ő egy biológus, aki kutató úton, illetve egy ösztöndíjjal volt kint Bolíviában 2 évig. Ő szegedi, és hát őt már korábban meghívtuk ide a klubba. Nem is tudom, hogy először ki ajánlotta be, mert az már legalább 4-5 éve volt. És azóta is tartjuk vele folyamatosan a kapcsolatot, és tudtuk, hogy volt Costa Ricában, úgyhogy már úgy hívtuk meg, hogy akkor erről a Costa Ricai útjáról tartson nekünk egy élménybeszámolót. Hajdú Zsanett már régóta utazgat a világban, hobbija pedig egyet jelent munkájával. Az első nagy utam az Dél-Amerikába, Bolíviába vezetett, de előtte már nagyon sokat utazgattam Európában, akár autóstoppal, vagy ilyen kamaszként, ilyen társas utazásokra, ilyesmire. De ami a fő-fő utam volt, az Bolívia, ahol 2 évig éltem, azzal a céllal, hogy indiánok gyógynövény ismeretét kutassam. És a bolíviai út eredményeként, ugye biológus végeztem, a dél-amerikai kutatásból született a diplomamunkám, aztán utána Szegeden a gyógyszerész karon doktoráltam, és ennek része volt az etnobotanika, ami a népi növényismeretet jelenti, illetve a növényi hatóanyag kutatás. És a kosztarikai út az igazából egy munka volt. A Duke Egyetem, ez egy amerikai egyetem, neki volt egy programja Kosztarikán, ahol amerikai egyetemistákat taníthattam. Végülis a saját utamon viszem végig a közönséget, ugyanis ebben a munkában, tehát a diákokat úgy tanítottuk, hogy egy busszal elmentünk különböző nemzeti parkokba, és több hetet töltöttünk egy-egy biológiai kutató és oktató állomáson. És amiket ezeken a helyeken tapasztaltam, ezeket szeretném megmutatni elsősorban. Hogy miért Costa Rica a világ legboldogabb országa, az több statisztikai mutató is jelzi. Zsanett szerint valóban az egyik legszebb ország. Elmesélte egyik kedves emlékét is. A cím az azért ez, mert van a Happy Planet Index, ami különböző tényezők alapján állítja össze a rangsort. Tehát ebben benne van a jól lét, az emberek elégedettsége, várható átlag életkor, hasonlók. És számomra is ez a világ legszebb országa, ahol valaha jártam, ugyanis a természet közelsége, az ember és a természet kapcsolata ott annyira más, mint bárhol máshol, ahol ezt tapasztaltam, hogy én, aki biológusként imádom a természetet, ez egy nagyon nagy felüdülés és paradicsomi állapot volt számomra. Az egyik kedvenc élményem az az, mikor egyik reggel elmentem futni az erdőbe, és az ösvényen egyszer csak kiugrott elém egy állat, olyan, hát olyan 15 méter távolságra lehetett, és fogalmam nem volt, hogy mi az, csak nagy fekete valami, és megijedtem, hogy ez egy fekete párduc, vagy mi lehet, és hogy úristen, mi lesz. Aztán utána eltűnt a bozótban, és akkor így megálltam egy pillanatra, hogy hú, ez mi volt, és az állat egyszer csak a bozótból kidugta a fejét, de nagyon közel hozzám, tehát tőlem egy 5 méterre körülbelül, és akkor láttam, hogy ez nem fekete párduc, de akkor még nem tudtam, hogy mi az. Utólag derült ki, hogy ez egy tájra volt, ami a menyitfélékhez tartozik, és nagyon aranyosan nézett, hogy hello, te ki vagy? És ez egy nagyon meghatározó élmény, és nagyon leírja azt, amit ott 3 hónap alatt tapasztaltam, hogy az állatok egyszerűen nem félnek az embertől, hanem közel merészkednek, és kíváncsian figyelnek. És ez amiatt van,
hogy Costa Rican az ökoturizmus az alapbevételi forma, és a vadászatot azt betiltották hát kb. 100 évvel ezelőtt. És ezért az állatoknak úgymond nincs mitől félni, és megszokták, hogy az ember közelsége az semmi baj nem jelent számukra. Az előadást a Vagabond Világjáró Klub szervezte. Minden második héten különböző témákban láthatnak bemutatót az érdeklődők. A klub egyébként már 20 éve létezik. Igaz, hogy nem ebben a formában egészen, ahogy most működik, hiszen korábban Kisgyöngy Péter vagy legalább egy ilyen 10 évig ő vitte a klubot, és a vége felé már nem nagyon volt rá energiája, úgyhogy eléggé visszaesett a látogatottság, és fönt voltunk a kis teremben. Aztán amikor átvettük a klubot, hát akkor a látogató szám egy ilyen 5-10 és 20 között mozgott, akkor eléggé próbáltuk, plakátoltunk városban, nagyon sokat dolgoztunk vele, és hát az elmúlt 6-8 évben már elég szép látogató számmal vagyunk itt, és most az igazság, kezdjük kinőni gyakorlatilag ezt a helyiséget. Tehát legutóbb már egy ilyen 120 fő volt, már nem tudtuk őket leültetni. Ugye maga a Vagabond, ez egy azóta már egy természetbarát egyesületté avanzsál, tehát van egy egyesületi háttér, amely túrákat is szervez, gyakorlatilag evezős túrákat, gyalogtúrákat és kerékpártúrákat is. Most voltunk például egy hótalpas túrán a Fátrába, de maga a klub, ez a klub háttér, ez igazából előadások szervezésével foglalkozik, és többnyire utazókat hívunk meg, fényképészeket hívunk meg, teljesen amatőr utazókat, akik járják a világot. Nagyon sokan voltak már itt, olyan emberek is, akik országszerte ismertek, olyanok is, akik tényleg csak így tudtuk, hogy valami érdekes helyen volt, és szívesen jön hozzánk előadni. Az előadáson közel 100-an vettek részt, Zsanett pedig minden felmerülő kérdésre szívesen válaszolt. A bemutatóból kiderült, Costa Rica bár fele akkora, mint Magyarország, rengeteg természeti kincset rejt. Is nagy szónak számít, hogy nekik ezt sikerült elérni. Ez volt erre a hétre a Központ, a Pécs TV közéleti magazinja. Jövő szerdán találkozunk ismét, addig is viszontlátásra!